Sziasztok, ez itt a GameWave, én Bene vagyok, és üdvözlök mindenkit a Forza Horizon kezdőknek című sorozatunk legújabb részében. Ma nem másról lesz szó, mint a játék online részlegéről, ugyanis hát tudjátok, hogy offline is játszható, és a drivatorok ellen is tök izgalmas egy ideig versenyezni, de azért ezt viszonylag hamar meg lehet unni, és ilyenkor jön egy új világ, az online. Na de kezdjük is akkor azzal, hogy mi is kell ahhoz, hogy online játszass a játékkal. Egyrészt PC-n, tehát számítógépen igazából semmi, csak internet, Xboxon pedig vagy egy Gold előfizetés, vagy egy Game Pass. Ez igazából a legtöbb Xboxos játéknál sajnos így van, nyilván az ingyeneseknél, mondjuk mint a Fortnite, ott lehet egyébként ingyen is most már online játszani, de ami fizetős játék, ott sajnos fizetni kell azért is Xboxon, hogy játszass vele online. Hogyha viszont már belépedek az online térbe, akkor innen hát érdemes csatlakozni csoportokhoz. Egyrészt léteznek a játékon belül klubok, egyébként nekünk is van egy GameWave Hungary néven. Ha gondoljátok, akkor lépjetek bele, azt hiszem, hogy most kb. 40 tagja van, amikor ez a videó készül. És ezeknek a kluboknak egyébként készült egy rangsora, amiben egyébként éppen egy magyar csapat a harmadik, mi pedig ilyen, mit tudom én, 1300-ok vagyunk, de azért, mert 2000 fős lehet egy ilyen klub, és nekünk ugye nyilván 40 van. Nem nagyon számoltam ki, egyébként talán ilyen 100-ok lennénk akkor, hogyha fel lenne töltve, ami egyébként nem egy rossz eredmény, de hát nem számít, vagyis nem érünk vele sokat, a harmadik hely az mondjuk szép a magyaroktól. Viszont azon kívül sajnos, hogy van egy ilyen rangsoruk, hogy ugye mennyi befolyást értek el a benne lévő versenyzők összesen. Ezen kívül igazából sok értelme nincsen, egyrészt ott egy tag a neved mellett, amit büszkén viselhetsz, másrészt viszont teljes mértékben csak egy jelképes dolog. Ami viszont nem jelképes, az a konvoj, ugyanis talán ez az egyik legegyszerűbb módja, hogy egymással forzázzatok a barátaitokkal. Egy konvojba szerintem a legegyszerűbb úgy becsatlakozni, hogyha egyszerűen az Xbox menüből egymásra csatlakoztok. Számítógépen egyébként ezt a Windows plusz G billentyű kombinációval tudjátok elérni, és ugyanúgy jobblik, aztán csatlakozás játékhoz, és rögtön be fog titeket dobni egy konvojba. Ez egyrészt kiveszi azt a szellemmódot, ami egyébként a többi online játékossal lenne, ugyanis hogyha átmentek ugye onlineba, akkor már nem úgy fog működni, mint a drivatarokkal, hogy nekik tudtok menni, hanem az online játékosok azok át fognak menni rajtatok, és ilyen szellemmé változnak, amikor egyébként összeütköznétek, viszont hogyha beléptetek egy konvojba, onnantól kezdve ismételten képesek vagytok egymásnak menni és ütközni. Egyébként ilyenkor arra is figyelni kell, hogy valamiért itt azt se oldották meg, hogyha egy sebességzónába bementek, akkor a sima forgalomban lévő autókat, amik nem is drivatarok lennének, az hát ugye normál esetben neki tudsz menni még offline is, és online is, viszont hogyha bemész mondjuk egy sebességzónába vagy driftzónába, akkor azok is szellemmé válnak. Na most konvojon belül a barátaitok nem fognak sehogyan szellemmé válni, tehát erre figyelni kell, hogy ha ketten akartok egy sebességzónát megcsinálni, akkor ne menjetek egymásnak, mert nem úgy fog működni, mint a többi online játékossal. Egyébként sajnos csak 12 fős lehet egy konvoj, úgyhogy ha 13-an játszanátok, akkor az már annyira nem szerencsés. Ilyenkor lehet kettő konvojt csinálni, de hát ez sajnos külön szerveren fog megtörténni. Úgyhogy 12-nél több barátod ne legyen. 11-nél bocsánat, mert hogy az egyik te leszel. Na de nézzük is, hogy mire jó ez az online, mert eddig igazából csak arról magyaráztam, hogy hogyan lehet használatba venni. Nos hát egyrészt ott az eseménylista, ami hát offline is teljesíthető valamilyen szinten, de egyrészt a versenyeket mindig jobb többen csinálni, egyszerűen azért, mert gyorsabb, ugyanis hát vannak ezek a szokásos versenyek, ugye van a próba, ami hát egyébként is csak online elérhető, aztán vannak ugye általában a PR mutatványok, az, hát annak semmi köze nincs ahhoz, hogy offline vagy online csináljátok, viszont utána jönnek a sima versenyek, ami általában egy ilyen három versenyes bajnokság, és mondjuk ebből is van három egy eseménylistában. Na most, hogyha ezt online csináljátok, akkor ennek kettő előnye is van, egyrészt nem kell a versenyek között gyors utazni, mert automatikusan oda fog titeket dobni a játék, és indul is a következő. Másrészt, ez ilyenkor úgy számolja a bajnokságot, hogyha kettőt megnyertek a háromból, akkor már is tietek a bajnokság, vagyis hogyha az első kettőt megnyeritek, akkor a harmadikat már le se kell játszani, és sokkal gyorsabban megvagytok az egésszel. Az eseménylista viszont szintén egész hamar megunható, úgyhogy igazából ez azért is jó, mert akkor hát minden héten mondjuk egy 20 percet spóroltak azzal, hogyha barátokkal csináljátok. Na de ha nem csak az a cél, hogy egy órára belépjetek hetente, hanem valami mást is szeretnétek mindenképpen csinálni, akkor ott van például az Event Lab, ahol egyrészt lehet pályákat is kipróbálni, másrészt lehet pályákat készíteni. A pályákat egyébként viszonylag egyértelmű, hogy hogyan kell megcsinálni, és viszonylag jó a játéknak a saját tutoriálja, úgyhogy ha valaki arra vetemedik, hogy készít egy pályát, akkor szerintem egyértelműen meg fogja találni, hogy mit kell éppen csinálnia, és milyen gombokat kell nyomogatnia. Itt akár saját útvonalat is csinálhattok, mint mondjuk nálunk a hotlap, amit Darius csinált, és most már egy sorozatot építettünk rá.
Itt is teljes mértékben adja magát, hogy hogyan tudtok egy saját útvonalat megcsinálni, és hogyha akár egy választott útvonalból is szeretnétek egy külön eseményt, itt ugye ez arra jó, hogy be tudjátok állítani, hogy milyen legyen az időjárás, hány drivatar ellen versenyezzetek, hány körös legyen a verseny, hogyha a körversenyről van szó. És különben tesztpályákhoz is meglehetősen jól használható, hogyha valaki egy tuningot akar tesztelni, akkor rá is lehet keresni, és igazából saját magának is kreálhat egy tesztpályát, ami sokat segíthet, mert nem az utcán kell megpróbálni mindent megismételni, mert az szinte lehetetlen. Úgyhogy az Event Labnak nagy fontossága, hogy igazából legyetek kreatívak, és hogyha ez megvan, akkor szerintem nem lesz olyan bonyolult egy jó pályát összerakni. Annyi, hogy néha egy kicsit figyelni kell, hogy az illesztések pontosak legyenek, mert hogyha nem az, akkor nem biztos, hogy kellemes lesz végigmenni rajta. És a másik pedig a pályakeresés, ami hát lehet, hogy egy fokkal nehezebb, mert igazából, hogyha egy ilyen igazán jó pályát akartok találni, amin élvezetes versenyezni, nem nagyon van semmi olyan kulcsa, amire érdemes lehet rákeresni, és még mi se teljesen tudjuk sokszor, hogy mi alapján induljunk el, hogyha valami igazán izgalmas pályát szeretnénk kipróbálni. Ezért érdemesebb akár YouTube-on, akár bárhol az interneten utána nézni annak, hogy mi egy-egy jó pályának a kódja. Egyébként nekünk erről szintén van egy sorozatunk, ahol ilyen pályákat próbálunk ki. Hogyha gondoljátok, akkor onnan például vehettek egy kis inspirációt, és ott lesz egy-két pálya, amit az elején kipróbálhattok, aztán valahogy találtok majd biztos magatoknak is. Hogyha találtok jó pályát, akkor azt küldjétek el nekünk is, és lehet, hogy kipróbáljuk videóban, meg hogyha csináltatok, akkor is. Aztán szintén az onlinehoz tartozik az Eliminator is, ami igazából egy Battle Royale játékmódja a Forzának, legalábbis ezt mondták a készítők, és végül is olyasmi is, és nagyjából 60 vagy 70 játékosról indul, és egyesével lehet kiejteni tulajdonképpen egy 1v1 verseny keretében a játékosokat, vagy ugye te is ki tudsz esni, hogyha te veszítesz. Hát ehhez én annyi tippet tudnék hozzáfűzni, hogy ahogy a legtöbb Battle Royale játékban, itt sem feltétlenül érdemes bujkálni, mert lehet, hogy bent leszel mondjuk az utolsó 5-ben, viszont nyerni így nem fogsz tudni, mert mindig is az lesz a célod, hogy a lehető legerősebb autót megszerezd, ugyanis a győztes az általában a legerősebb autót szokta használni. Úgyhogy erre érdemes figyelni. Az elején menjetek rá szerintem a drónokra, ugye ezek a kis lila autókiosztások, utána pedig folyamatosan menni kell és dudálni az emberekre, aztán reménykedjetek, hogy nem ejt ki senki, hogyha meg valaki kiejt, akkor pedig mindig újra lehet próbálni. Így legalább gyorsak lesznek a meccsek, és nem fél órán keresztül bujkáltok egy bokorban, és lehet, hogy lejátszotok mondjuk 10 olyan meccset, amikor 30-nek kiestek, ahelyett, hogy mondjuk egyszer bekerülnétek a top 5-be, de ugyanúgy nem értetek vele semmit, viszont abban a 10 meccsben legalább csomót gyakoroltatok, és lehet, hogy a 11-ben már megnyeritek. Egyébként jellemző az online úgy összességében, hogy sokkal-sokkal kompetitívebb, egyébként akkor térjünk is itt át az online versenyzésre, ami hát leginkább a Horizon Openben van, de ott van például a Horizon Tour is, amikor egyébként co-op módon a többi online játékossal egy csapatban tudtok versenyezni, vagy hát ott van a próba, hogyha már az eseménylistáról is szó volt. Ezek mind-mind online versenyek, és általában jellemző rájuk, hogy sokkal-sokkal kompetitívebb, mint hogyha a drivatarok ellen mennétek. Ez azért van, mert biztos észrevettétek, hogy hát hogyha sokat játszotok a játékkal, akkor a drivatarokat viszonylag könnyedén megnyeritek. És ezek az online játékosok, akik ezeken az eseményeken részt vesznek, általában már olyan játékosok, akik könnyedén megnyerték a drivatarokat. Szóval ők mind profik. Ez azt jelenti, hogy ahhoz, hogy őket te tud győzni, ahhoz mindenképpen szükséged lesz egy-egy jó tuningra, és mindenképpen sokat kell gyakorolnod a pályákat, és mindenképpen jól kell tudnod vezetni. Ehhez egyébként magát ezt a sorozatot, amit éppen most néztek, ezt tudom javasolni, mert hogy mindenféle ilyen tippet adunk ehhez. Ha gondoljátok, nézzétek végig, ha még nem láttátok volna, itt szó van tényleg mindenről, driftelésről, pályatuningokról, tereptuningokról, vagy rallizásról, vagy igazából bármiről. És ott vannak a csúcsok csúcsán a riválisok. Ez talán az egyik legkompetitívebb része a Forzának. Hasonló, mint a versenyzés, csak ez tényleg az abszolút csúcsa a játéknak. Hogyha valakinek nagyon sok ideje van, és már tényleg mindent megcsinált a játékban, és már nincs tovább mennie, akkor elkezd riválisozni. És itt mindenkinek az a célja, hogy felkerüljön egy-egy ranglista élére, ami hát elég nehéz, pláne hogy teli van hackerekkel a játék, és mondjuk az első 10 helyezett az szinte mindig ilyen hackert idő szokott lenni. És ha megnézitek, szinte teljesen irreleváns az idő, ami ott van a nevük mellett. Ezzel nem kell foglalkozni, de sok időt el lehet vele ütni, és tényleg, hogyha valaki nagyon profivá szeretne válni a Forzában, akkor neki mindenképpen tudom ajánlani ezt a riválisokat. Viszont azt is mindenképpen tartsátok fejben, hogy ez rengeteg időt fog igénybe venni, úgyhogy ha nektek az nincsen, akkor ebbe inkább bele se kezdjetek, és inkább az előzőbb dolgokkal foglalkozzatok, mert arra talán lesz is időtök.
Ezzel viszont mindent elmondtam szerintem, amit a Forza online világáról tudni érdemes. Köszönöm szépen, hogyha ideig végignéztetek a videót, remélem, hogyha ez így volt, akkor még tetszett is. Ez esetben dobjatok rá egy lájkot, és valamint iratkozzatok fel a csatornára, mert még érkeznek hasonló videók. Addig is viszont, sziasztok!